Így jó lesz, így jó lesz. Én meg nagyon a játéktér nem látszik, kicsit akkor feljebb. Kicsit így vissza. Na, így. Így már nagyjából jó. Hát ennél jobb nem lesz úgyse. Jó, így. Na, hello, 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 sziasztok! Gazdák, hogy okosan fogunk játszani. Az új év alkalmával? Mert milyen bábú van? Én szokás szerint kék. Jó, hát akkor nekem jó lesz a piros, most azt találtam meg. Itt van a kék. Csukom. Majd kinyitom, ha még elrújtuk. Kezdjél most. Milyen a kártyákat, mert ezeket felolvassuk. Egy. Szemet eltér, fizess 50 forint büntetést. Oké, okay. Jól indulunk. Itt van egy kis tájkép csata után, de most úgy állítottam be a kamerát, hogy ne látszódjon nagyon. Jó. Hogy mekkora romhalmoz van itt mindenhol. Hat. Dohányzás káros, jobban eszedbe lés, fizess 100 ezer forint, vagy 100 forint. Hát most már annyira lehet egy vonaton rágyújtásra. Még 8000. Ja, hát ja, igen, hogyha nem fizél, aktiválja be a vészféket, vagy egy visjelzőt. Hát tudnék, hogy meg, de van meg. Ja, a feladatok, de többet nem. De hát akkor még csak 100 forint volt a tiltott helyból. De most legalább te léptél rá, nem én, mint te. Pont az lépél rá, aki nem dohányzik, pont ilyen. Takarékos, hogy betétek után, de nincs betétem, úgyhogy akkor mink. Na, ruház. Hát jó, de majd csak alap lesz lakásod, akkor lehet vásárolni. Lehet közben is vásárolni. Hát csak sok ilyet, de szerintem nem lehet. Figyelj, előre begyűjtöget, utána meg begyűjtöd a házad állat. Nem minden, hát most spórolni kell a lakásra. Ja. Végül is a híd alatt is lehet biciklit vállalni. Hát mondjuk én nem vásárolok. Ja. Meg. Viszont a csép meg a bit lakás. Ja, de lakásra csak is el akarja, hanem a lakásod. Ja. De a csépet meg tudod kötni. Egy. Hát 150-nél akkor megkötöm a csép biztosítást. Az úgy is kell lenni fog, meg hogyha... Az mi a tököm amúgy? Hát az a... Van egy ilyen izé, mező, hogy oda rálépsz és van csépbiztosítás, akkor kapsz 5000 forintot. Jó? Az az valami ilyen izé balesetbiztosítás volt, úgy tudom, de... Az pont rá is léptem. Hát igen, hogyha lenne ilyen izé kötvényed, akkor most kapnál 5000 forintot. Ha én lépek, akkor én már fogok kapni. Jó. Lépj előre két mezőt. Ja igen, most lehet lakás lenni, de 30 ezer, annyi még nincs. Színház vagy mi az? Aha, vásárolj 100 forintért színház, 50 forintért mozi egyet. Na, nem megyünk egyikbe se. De az ilyenkor muszáj. Muszáj? Az muszáj, az ilyen büntetőmező. És akkor, ja, várj, adjál még ilyet, és akkor kapsz vissza egy 50-est. Hát igen, látszik, hogy nem mostani játék, amikor még 50 forint volt egy mozi egy. Meg 100 egy színház. Most már minimum így, hát már több is, mint a 10-szerese. Mind a kettő. Nem csak egy nullát kell hozzá hozzátenni. Többet. 19. Minden reggel tornázol, ezért lépj előre három mezőt. Kártya. És húzz egy kártyát. Vásárolj szaküzletben, lépj a 29-es mezőre. Az meg itt van. De még nem vásároltam. Ez ilyen homemade átalakított játék volt, ezek a gyári kártyák, és vannak benne ilyen saját magukat, hogy gyártottak. Ugyanaz, lépj előre 22-es és húzz egy kártyát. Kihajoltál a mozgóvonat, akár egyszer kimaradsz a dobásból. Ez még igaz is, nem? Jó szokásunk kihajolni. Főleg a fogadhajtáson, mikor pacsiztunk. Ez viszont nem elavult. Ez akár nem elavult, de van még olyan vasúti kocsi, amiből ki lehet hajolni. Várj, de kevesebb, de még van. Hát a fogadhajtáson is kihajoltunk, meg pacsiztunk is ráadásul mellett. Hát ezzel meg úgy videóztam én is, hogy tőle voltam az ablakból félig. Vásárolok. Nem, nem, nem vásárolok. Nem kell kihajolni a vonatból, az mi? Múzeum katalógus és képeslapokat vásárolt. Vásárolt, igen. Na, én meg múzeumban voltam 50 forintért. Hát az sem. Meg katalógusokat vásároltam. Vettem egy katalógust a múzeumban. Művelődsz. Ja, ott is lakást lehet venni. Aha, társaságépítés, fizess be 40 ezer. 40 ezer forintot, aztán 40 ezer még tőle lesz le. Ja. Azt mondja, hogy valószínűleg akkor írni kell, hogyha már ott tartunk. Élelmiszert vásárolt a fizetés 800 forintot. Hát vettem egy kiló kenyeret, vagy körülbelül. Kiló kenyeret, meg tömbös sajtot. Szerintem rakja még egy 500-as, az raksz, hogy szok egy. Vagy egy nem, egy ezzel, aztán kiszedek 200-at. Élelmiszert vásárolt. Vettem egy kenyeret, meg egy tömbös sajtot. Nem vásárolunk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. De most áthaladásnál kapok 4000-et. Ja, ha meg beléptél, ha csak odaig mentél volna, akkor 6000. Ja, úgy. Hát
hatos sikerül átlépni. Nyári táborban pénz, csak egyes vagy hatossal mehetek tovább, baszki. Ja, a csév az már van a lakásban, nem tudok kötni. Hát egyessel, hatossal mehetsz. Egyes. Na, húzz egy kártyát. Megtanultad, hogy a gyermekek, gyermeknek 6 éves korig veszélyes és tilos, 6 éves kortól veszélyes a gépkocsi első ülésén utazni. Jutalmul lépj előre két mezőt. Na, az jó, akkor két mező, az mi? Figyelmesen körülnéztél, lépj a kettes mezőre. Na, akkor, és akkor már is 4000, vagy 1000-est. Onnan. Ja. Na, ezt meg megszívtam. Pazarolod a vizet, mert mit vajtad a vízcsapot, kétszer nem dobsz. Szarügy. Inkább a vizet pazarolom. 4-15-es mezőre, és nézd meg ott a mávos gőzmozdony. Ja. Mondjuk inkább a vizet pazarlom, mint a sört. De egy fény pályázaton IBUSZ utazás nyertél, légy a 11-es mezője. Hú, na ez nagyon jó, mert akkor most megint 4000. Szóval most már szedben be lehet váltani, most már van egy 4000-es, egy ezért így, és akkor 20000 forint, és akkor visszalakom, és kiveszek két ilyen 10000-est a felébetétkönyvet. Ja, mázlista. Ja, várjál, volt még ott valami? Ja, már te várjál, dobhatok még egyszer, ja, mert az IBUSZ utazás volt az a mező, az 17. Kölcsönzési díjak nem tudok kölcsönözni, az lakás kéne. Nem vásárolunk. Azt hiszem, hogy meg, hogyha összegyűjtetel a 70000 forintot, ami alatt a lakás teljesen, akkor bármikor megveheted, nem kell megvárni, hogy oda tudsz. Ja, végülőre három mezőt, ez már volt egyszer. Hó, na ez egy homemade kártya. Nem köszöntél az osztálytársaidnak, csak a startmező átlépése után húzhatsz újból jutalomkártyát. De mondd, ez a... Ez homemade, igen, ez a... Ezt egyezért egy bátrisznyomtatóval gyártottuk még annó egy 380-as, egy 280-as gépen. Hát az látszik, hogy nem mostani. Nem, hát ez egyezért bátrisznyomtató, mert lepodáló papírra kinyomtatva. Igen, de ezt tényleg a setup is kihúztam. Mm. Ez valami ilyen családézé volt ez is. Árok, nem vásárolunk. Minden ilyen homemade kártyában van valami történet, csak nem mindegyikre emlékszem már. Ja, a bicikli kötelező alkatrészeit fel kell sorolni, és akkor dobhatsz még egyszer. Hát a néző csak első kerék, hátsó kerék, pedál, kormány, csengő, prizma elől hátul. Mi kell még? Világítás. Ja, hát jó, hát az a prizma, a világítás, a dinamó. Az a, hát az a dinamó, nem? Olyan, vagy a pumpa, nem? De hát az nem kötelező a pumpa, az csak... Hát csak látod, itt a képen rajta van. Hát minden jó, hát akkor mondtam. Mindegy, elmondtad. Jó. Ja, egyes vagy hatos. Ja, most te pihensz. 13-as, az azért nagy áruház. Kettessel nem lehetek. Na, nincsen izém. Még nem léptem bele. Megint kettes. Egyesen katossal tovább lehet venni, de eredmény mindig dobok kettes. És kétszer egymás után. Ide? Aha, és húzhatod a következő kártyát. Na, az mi? Csép biztosítást köthetsz, a kötvény ára 150 forint. Na, akkor kötünk egyes, ha kihúztam. Igen. Az jól jön majd, hogyha legközelebb rálépsz a valamezőnek, meg amúgy is kell. Nyeréshez aztán az csak ott lehet megkötni. Nem magadhoz a bomba. Ja. Tényleg. Na, ide oda. Nem, csalik. Hát most azzal sem lehetek tovább. Egy, kettő. Vidám park. Szórakoztál, fizes 200 forintot. Dobod ki. Kell nekem szórakozni. Végül is ki, mikor volt 200 forint a Vidám park? Jó. Még nem is éltem akkor szerintem. Hát meg voltam már, csak nem emlékszem. Budapesti api? Bármikor tudod elveszelni, basszal most is 600 forint az belépő díj, és az jó az állatkertbe is. Meg még 300 év mehetsz a kisvasúton is. Ja. Ja, ezért most idén voltam. Megtudtam, hogy ott is van kisvasút. 20 a cikkártyát. Borítékos sors egy ilyen 20 000 forintos. Az igen. Kéne vizébe. Takarékkönyvbe, hogy egyszerű. Jó, hát takarékkönyvbe, jó, akkor nem kell, hogy vegyek. Egy. Ja, de nem húztatok kártyát. Csak átmentél a startot. Igen, büntibe vagyok, nem húztatok. Hát még egy helyen léphetnék rá arra. Jó helyezésedért 1000 forint jutalomban részesülsz. Na ide az ezrest. A Monopolyban van egy ilyen kártya, hogy gratulálunk a szépségverseny elért második helyezésedért, és utána ott is jutalom jár. Ja. Szóval az, amikor játszottunk mindig, akkor mondtuk, hogy hát biztos ketten indultak, én mondtam, hogy nem, egyedül indult, és úgy lett második. Vásárolni lehet. Na, ezt jól dobtam, hogy dörgött rendesen. Na, és húzott még egy kártyát.
Ötöst kaptál az iskolában, négyszer dobhatsz. Négyszer? Az igen, akkor egymás után négyszer. Az szép, négyszer. Hat. 2, 3, 4, 5, 6. Jó, szemeteltél. Igen, 4000-et ide megadjál 50-et, mert szemeteltél. 3, 4. Okay. Ja, és akkor még 50 visszajár, ja. Mert szemeteltél. És még dobhatsz. És még dobhatsz háromszor. Ja. Ez jó kártya az a izé, tényleg, négyszer dobhatsz. Jó. Körbe mész, hogyha sokkal nagyokat dobsz mindig, akkor körbe is. Ez már másodjára dobtam hatost. Igen. Mikor dobhatsz, még mindig van kettő. Jó. Ez 11-es, akkor dobhatsz még egyszer, tehát akkor még kettő van, mert ugye az hozzáadódik. Jó, akkor még kettő. Valad kettő. Egy. Lépjelőre két mezőt. Vehetsz lakásra már van annyi pénzed. Akkor így nem. Nincs meg annyi szerintem. De mindig van egy. Gyűjtögetem, jó. Még mindig van egy. Még gyűjtögetek. Na, aztán csődből megyek. Színház. Színházban én 150 forintot ide vele. Hát 200-at akkor aztán hatszom olyan. És akkor 50-et vissza. Ja, mert 50-es emberből csak egy van. Na. Egy. De elmúszatok kártyát. Jó. Tripei, ma most jönnek a nyelvét. Na, ma lév az mennyi? Lépjelőre 22-es mezőre. Ez megint kártyahúzó. Gazdálkodj okosan, megtakarított pénzed, de tartsd a takarékban, betéteidet az OTP 5% kamatot fizet, melyet felvetsz a pénztárból. Van két 10 000-esed. 5% a kamatja. Tehát várjál, igen, 2000-10%, akkor 1000. 1000 az 5%. Annyi. 2000, igen, 1000. Ezért éri meg betétpénzet, amikor csak lehet. És akkor... Hey, sitsz onnan. Miért? Ja, jó van, nem szóltam. Bocs. Szemetelésére egy 50-es, meg átlépésért még egy. Ja. Úgy általán, mint én. És akkor nézzük, csak mennyi van nekem most 20, és akkor... Megszámolom, melyik is azért. Hát egy 5000-es érveletek még egy 5000-es takarékot. 5-10... 25 000. 5. Hát én is meg a lakására gond. Ja, de megvan az 5000-esokkal együtt. Akkor még ezt is betesszük ezt is a takarékba. 4, és akkor... Akkor van 30 000 takarékba. Csak most ne kelljen sokat fizetni. Mert az egyiket akkor vissza kell adni. 49 000 van még csak. Összeszámolva az egészet. Nekem jóval kevesebb. 30 000 éppen, hogy tudok lakást venni. Jó, 5. Lépjelőre 1-et. Aha, és dobjál még egyszer az a bicikli kötelező tartozó. Minket úgy is tudjuk. Egyszer elmondtuk. Na, az mi? Kaparó sors, hogy ilyen 30 000-et nyertem. Az igen. Így már lassan meg lesz a lakására. 49, meg 30, az már 79. Ha azt nézzük. Dani, 79, akkor megvan. És akkor meg is tudod venni egybe. Még gyűjtögetek egy kicsit, aztán legyen még miből vásárolgatni bele. Takarékos, hogy betétei után 5% kamatot kapsz. Na végre én is kapok valamit. 30 000-nek az 5%-a az 1500. 1500. 1500. Legalább van némi pénzem, hogyha valami fizetni kell. Megint kártya. Na mi az? Lépj a 26-os mezőre. Hát, akkor oda. Igen. És akkor megy 4000-be. Jó. És a társas pont, ott pont lakást lehet venni. Társas az, jó. Még nem veszünk lakást. Még így tögetünk. Zárd, de jól csapott, hogy ne folyjon feleslegesen. Jó, el van zárva. Kezd sok lenni az ezresen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kérjük egy 10-es kötvényt. Na, de le. És akkor itt van egy 10-es kötvény. Sőt, tudod mit? Még egy 10-es. Még egy 10-es kötvény. Jó van. Kezdett már sok lenni. Hát, ha nekem lenne annyi. Én jövök? Uh-huh. Te lépte? Ja, vizesen van. Igen, vizesen, úgyhogy most eljössz, mert te még a lakáson vagy, amin voltál. 5. 31. Ez megint kártya. A lottó nyeremény sorsoláson konyhabútort nyertél. Ha van már konyhabútorod, akkor 15 000 forintot kapsz a pénztárostól, de mivel nincs, akkor konyhabútort nyertél. De hogy ki az igazából állandóan nyere? Ja, majd a lakás még nincsen, de a híd alatt is elfér. Ja, híd alatt is lehet főzőcskézni. Tegyél ki, ott van a konyhabútor. Ja, mindegy, gyűjtjük egy csapatot. Az állásul egész, ezért sok, tehát...
Az majdnem az egyik legdrágább. A legdrágább akkor tényleg is. Homályzás, káros, ja, fizetj 100 forintot, jó. A bagózós. Megint a bagózós. Televízió, rádió. Vasodó. Isten, micsoda. Na, most már húzhatok kártyát. Na, mert átmentő. Lépj vissza két mezőt. Az az áruház. Múzeumi katalógust és képes lapokat vásárolt, fizessetek a forintot. Hát az van. Fel se kell váltani. Ide vele. Na most én is kártyát húzok. Még itt húzok. Sorsjátékon kerékpárt nyertél. Ha már van kerékpárod, akkor megkapod, de na, nekem nincs. Hát a híd alatt biciklizni. Ja. Hát ilyen bicikli elfér a híd alatt. Piros bicikli, se ízli. 6000? 6000. Igen, az ilyen, amikor rálépsz, akkor több jár. Ja. Várjál csak. Én mindig sok ez az ezres. Mindjárt számoljuk mennyi van. Ja. Na viszont én meg lakást vehetek, ha számolnál, aztán majd utána majd intézem a sajátomat is. Jó, van, nem látjuk, van csak 8 darab van, csak soknak tűnt. Hogy tudjuk-e valahol sigulázni majd, mert majd törlesztőket, azt majd sigulázni kell minden körbe. Miért törleszteni akarsz? Lesz, hát most megveszem a lakást, és akkor ugye 2000-ként kell törleszteni minden körbe, hogy átmész a starton. Ja. De lehet többet is egyszerre letörleszteni. Meg vagy? Én meg vagyok, csak átszámoltam. Oké, okay, akkor itt van, hogy a 30 ezeret kell pedig befizetni, akkor ez itt van, és akkor jöhet a lakás. Na, itt van az első üvely, megvan a lakás. Kötvényekben megvan pont a ház ára, 70 ezer. Akkor most is, de azt bármikor megveheted, nem is kell megvárni, még oda lépsz. Akkor adjál nekem is egy házat. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ezer. Már is tudod hova tenni a konyhabútot. Ja. Akkor itt van 70 ezer. Nézzék, kötvényekben. Nekem nem még csak egy biciklim van. De most majd, ha rálépek valami ezért ilyen vásárlós voltam, már tudok vásárolni. Ja. Most már jön? Akkor ne jössz, mert most csak megvetted a lakást. 6. Ja, na, bagózós. Bagózós. Mennyit kell fizetni? 100. Kölcsönzési díjak, tévé, rádió, mosógép, akkor most mennyi? Hát inkább vedd meg, ne kölcsönöz. Hát igen, nem tudom, a kölcsönzés az hogy van, de mindegy, akkor nem veszem meg. Érdemesebb inkább megvenni. Igen. Nem tudom, hogy ez mennyire. Még egyszer dobhatok mi? Dobhatsz még egyszer. Azt nem olvastuk el, hogy a kölcsönzés az ide való. Az mi? Házvásárlás. A házvásárlás, de az már van. Most már csak lakásbiztosítás kéne kötni még. Ja. Színház, meg mozi egy, és akkor mi akkor? Színházba jártál megint? Igen. Akkor 150 forintot be kell fizetni a kasszába, az megvan. Jó, jöhetsz. Kártya. Az melyik? Két napig kibírtad bűhűzés nélkül. Mi van? Azon oda írva bűhűzés. Bűhűzés nélkül 6000 forintot kapsz. 6000 forintot kapsz? Nem tudom, mi lehet az a bűzés. Annyi én is. Nem a puhálozás, az biztos, mert akkor még nem ismertük szerintem, amikor ezek készültek, de... Ja. De 6000 forintért én is kibírom két napig bűzés nélkül. Nem bűzés, bűzés. És tényleg az volt a jövő, csak hogy kamera is lássa. Ja. Mondjuk most van kötvényt. Adja egy tízes kötvényt. Bűzés nélkül, de ez jó, mert... Ez egy jó szavon még kötvényed, jönnek a kamatokra. Igen, de nekem most nincs annyi, hogy vegyek még. Bűzés nélkül, ez mindig jó, az mi lenne? Rendszeresen tisztálkodsz, jutalmú kétszer dobhatsz, akkor most még a kettő, akkor ez egy. Kettő, három. Olvasás hatos, vagy könyvutalvány kétszer. Ja, azt mondom, és kettőt is kell venni a végső győzelemben, annyi kell, úgyhogy akkor azt meg is veszem most. És akkor a két könyvutalvány, akkor itt van. Valami leesett. A biciklim. A lakásról. Itt van a lakás. Eldobtad a biciklit. Csak esett a bicikli. A tricikli, mi? Ez, és akkor még egyszer. Még egyszer dobhatsz. Igen. Jó. Vinampark. 200 forint, jó. Nem kell neked Vinamparkot, mindjárt ja. Csődbe megy. Még itt van egy ezres. Hát már csak addig kell kibírni, még átmegyek a starton. Most már a fele megvan. 20-as. Ma lév. Lépje 22-es mezőre és 20 kártyát. Szabálytalanul féktávolságon belül járva elérjétél, balesetet szenvedtél és ápolásra szorulsz. Háromszor kimaradsz a dobásból. De most nem fáraul este. Ja, tényleg, azt kellett volna csinálni, de most csinálnánk, akkor ezért leestél a fáról. Jó. 31, igen, mert ez 5, és akkor 31 kártya.
hűtőgépet, mosógépet vásárolhatsz, lépj a 4-es mezőre, akkor az... akkor jár a 4000. De nézzük mennyi. A mosógépet ezzel a hűtőgép 4000, tehát most nem veszek hűtőgépet 4000, én akkor nem marad pénzem. Ja. Valamit fizetni kell, akkor miből fizetni? Te jössz meg, én háromszor maradok ki, te. Ja, meg ráadásul még 2000-et be is kell törleszteni, várjál, hát akkor... kettő, akkor csak 3000 marad. Ja. Mert még 2000-et törleszteni is kell. És akkor, ilyen veszesen, akkor mennyit kell törleszteni? Ha még 40 000-et, akkor még 20-szor kell törleszteni. Azt még várj, fölkérdebb van valahol írni, hogy egy már megvolt. Még már csak 19 marad. Itt a telefon jelentálom. Az annyi, hogy... Vagy lenne itt valami íróeszköz, akkor sridulákat lehetne vele azért húzni, de nincs. Mert írom úgy, hogy törlesztés, Dani, egy darab már ja, az úgy jó. Egyszer 2000, már megvan. Aztán, ha többet törlesztek, akkor majd többet, mert lehet hülyet is csinálni. Amikor sok pénzed van, akkor egyszerre többet is. És akkor én jövök már? Igen. 5. 27-es. Lépj előre egy mező. Tehát ja, aztán lophatsz még egyszer. Egy. Mi az? Sportbolt, ott lehet venni ezért, szobabútó 25 000-ért, konyhabútó 15 000-ért, de az nem a pingpongasztal, a kerékpár. Hát a pingpongasztal az már mennyi, a pingpongasztal 2000 a kerékpár, vagy 3500. Vagy mennyi, vagy 1500, összesen 3500-ért megvehet egy idegettőt. Egy biciklit. Bicikli. Meg 2000 pingpongasztal. Jó, és akkor szerintem nagyjából ennyi, amit ott meg tudsz venni. Jó. Pingpongasztal. Meg bicikli. Bicikli, hozna. Itt van egy bicikli is. Jó. Nekem még az sincs. Pingpongasztalom sincs. Majd lesz. Majd lesz. Ja, a lakásbiztosítás viszont itt most tudok kötni 200 000, úgyhogy ezt meg is kötjük. Öt. Na, itt is lehet vásárolni. Nézzük csak. Vagy csak egy porszívót. Az mennyi? 1000. Ah, itt van. Adj egy porszívó 1000-ért. Hűtőt, 4000, és ennyi is lesz. Hűtőszekrény? Ja, igen, az is van, itt van. Na, és egy a háznak az alja meg is van. Hát most kell még azért a szobabútól. TV, szobabútól, meg a fürdőszoba. Ja, igen, a fosógép. A fürdőszoba, nagy szoba, meg a TV a szélén van a szélén. Erről a mezőről csak 6-os dobásra anyád. 6-os dobással mehetek tovább. Na, megint? Ja. Múzeum. Most kezdek rá én is fogyni. 4. Azzal nem. 4-essel nem. Élelmiszert vásároltál, fizetni 800-at meg. Alapvető élelmiszer, sör. Ja, folyékony kenyér. Ja, 1-essel, nem csak 6-ossal. Másik az jobb, ahol 1-essel is mehetsz. Ja. 4000-et ide. Betéteim után kapok 5% kamatot. Van most? Ja, egy van. Hát az 5% az ennek 500. Jó. Ja. Akkor még azt is. Ha ez az 6-os. 15. Megint kártya. Szembi szemmel. 1, 2, 3, 4, 5, pedig annyi. Megint kártya. Szóval. Kiúzták a nyeremény betétével, kapsz a pénztáros 5000 forintot. Ja. Oké. Okay. Szép. Na, majd akkor izével, kötvénnyel. Hát most nem vásárolunk, mert most fagyóban a készlet, még gyűjtögetünk. 21. Rendszeresen tisztálkodsz, kétszer dobhatsz. És akkor még egy van, meg könnyű találványomában. Na, mit lehet itt venni? Pingpongasztalt lehet 2000-ért, jó, akkor azt veszek. 2000-ért egy pingpongasztal. Gyere ide, ez az. Biciklivel jön egy pingpongasztalom is, mert mit? Ja, vagy kerékpárt lehet még, de már is pénzem, úgyhogy azt nem veszünk. Azt most nem veszünk. De egy pingpongasztal van. Hú vagyok. 7-es. Ja, itt is lehet vásárolni. Jó. Az mi? Figyelmesen körülnéztél, lépj a 2-es mezőre. Aha, akkor először mindesetben 4000-et. Ja, mert értes a 2-t, akkor húzzál még egy törlesztőt. Meg egy kártya. És akkor most húzok egy kártyát. Ha már van lakásod, fizess gáz és villanyszámlát 500 forint. De. Hát, sajnos már van. Szarügy.
Végül is az elég alacsony. Az egy jelszállán. Alacsony az a rezsi. Rezsi csökkentés. Jaj, ez nagyon nagy rezsi csökkentés volt. Mi 500 forintból? Lépj előre két mezőt. Igen. Lakásvásárban. De jó, de csak ott ide fogjon feleslegesen. 19-es. Négy. Ja, négy. Ja, igen, akkor annyi. Ja, a színház is mozi egy 150 forint. Na, megint? Nem, megint. Jó, ebből adj vissza. Többnek tűnjön. Ja. 150 itt van. Danke schön. Kettő. Hát akkor a 4-es és a német értendő, hát akkor mit lehet itt venni? Rádiót lehet 2000-ért, de hát vegyek. Veszek egy rádiót 2000-ért. Rádiót? Egy rádiót. Tudsz itt hova kell rakni? Oda, ott van. Ott van. Ja, ott van. Látom már. Ott van ez a régi izé. Nem szokó a rádió, de majdnem. Kosomány. Még venni. Tévét lehet 6000-ért, annyi pénzem már nincsen. Jó, meg porszívót 1000-ért. Ha porszívót 1000-ért, akkor még tudok venni. Oda porszívó. Csak van egy porszívó 1000-ért. Hát, még azért van mit. Jó, hogy eljössz, a többet már veszek. Tűn. Kétszer dobhatsz fejét. 25, vidámpal 200 forint. Van megint? Megint. Még egy dobásod van. Mit lehet ott venni? Szobabútor, konyobútor. Konyobútorom az van ugye? Van, pingpongasztal, biciklid is van. Biciklim van. Hát szobabútor tudnék, de hát annyi lóvé még nincs. Azt hiszem az a legrosszabb. Ja. Lépj a 15-ös mezőre. Na, nézzük. Sorsjátékon televíziót nyertél, ha már van, de nincs. Na, akkor van egy tévén. Ott van. Na, tévé, rádió már van. Ja. Már csak a bútor kéne hozzá, hogy ráteszed. Lakás biztosítást köthetsz, kötvényára 200, kötünk is. Ja, de az amúgy is kell, itt van. Lakás biztosítás. Van. 200. Kettő, három. Kölcsönzési díja, de hát most mit kölcsönözzek? Tévé, rádió már van. A fosógép, az most majd megveszem. Hot. Szereteltél, igen, meg megadjál 50-et. He! Mennyi? Nem annyi? Százast adtam, az a bankba megy, te pöcs, nem hozzád. Milyen százas? Ja, ez? Hát a szemetelésért. Ja, szóval betettem. Ja. Azon fogja majd figyelni. De meg 50 visszajár, mert a szemetelés... Csalikolsz, he! Léke 27-es mezőre. Első lettél csillaggyűjtésben, jutalmú dob még egyszer. Hát biztos sok csillagot gyűjtöttem. Sok volt az égen, hogy nem ja. Tudom. Betéteid után az 5% kamat, hát az 500 forint. Köszi. 5-ös. 30, ja, nyári tábor, csak 1-es vagy 6-os. Pihenek. Zárd el a csapot. 1-es. 1-es, az jó. És ráadásul kártya. Ja. Vacsora helyett csak balacmagot ettél, büntetésből csak 3-os dobással lépte. Hogy lehet a balacmagot megenni, az kemény, nem? Hát vajon, amíg széttöröd az egészen a belsejét. Ja, amíg a belseje, az igen. Tornával kezdted a napot, ezért jutalmul lépj előre két mezőt. Ja, mehetsz az ibuszhoz és dobhatsz még egyszer. Ja. Az mi? Lépj előre két mezőt. Ez jó. Hármas. TV, rádió, hűtő, mosógép, porszi. A mosógépet tudok csak venni. Az 5000. Nem tudok venni. Akkor nem veszek. Majd legközelebb. Sorsjátékon rádiót nyertél. Ha már van rádiód, akkor megkapod az értékét. Van. Rádió nincs. Most már van. Most már van. Sorsjátékon. Kettő. Mennyi? Az 50 forint jön az a múzeumos. Ja.
20-os. Lépj le két mezőt és húzz egy kártyát. Ja. És elég sok van még. Jó, a lottó nyeremény sorsoláson hűtőszekrény nyertél. Van? Nincs. Nincs. De van. Attól hűtöm. Ja. Akkor viszont kérek 4000-et, mert megkapom az árat. Visszakaptam a hűtőnek az árat, amit megvettem. Szobabútort kéne még kihúzni, mert az rága. Ja. Az nagy mázli is kéne. Élelmiszeret vásároltál. Jó, meg az elég sok van még itt. Tízes kötvény. Tízes kötvény. Danke schön. 20 kötvény, ja, várjál. Ja, nem én vásároltam én rendszert. 6. Akkor az 8. 8 és dobhatsz még egyet. A felesleges állandóan felsorolgatni. 32. Ott is vásárolni. Jó, helyezésedért 1000 forintot kapsz. Ne. Pia Olimpia, előkelő helyezés. Jó, akkor én csak 2000-et, és akkor írjál ja, még egy törlesztőt. Megfizetek 50 forintot, mert szemetáltam. Jó, úgy csak ott eljössz. Pedig már háromszor törlesztettél. Igen, ez volt a harmadik. És akkor még 17 kell. 4. Majd egy megfizetni. Na, az meg. Megint múzeumozok? Meg múzeumok éjszakája? Jó. Múzeumok. Hát akkor már csak a füstiben múzeumozok, nem? Zárd el jól a csapot. Jó, el van zárva. Az mi? Hétvégi pihenésedet túrázással töltötted a szabadban, még egyszer dobhatsz. Ja. Az valami vonalbejárás után lehetett. Jó. 5% kamat, meg 4000. Meg 4000. Hát akkor 5000-et adsz, mert ugye 500 egynek. Igen. És van 2. Akkor adok 5000-et. Hát 11-es. Dobhatsz még egyszer. Áruházi állható, tehát 4-es kockán mit lehet venni? Hűtőgép, ja az nincs. Hűtőgép nincsen, de hát hogyha megveszem, akkor sok pénzem marad. De mindegy, vagyunk egy hűtőgépet. Az még kell. Ja. Te megadj még egy tüzes kötvényt. Hogy megvan 30 ezer kötvényem? A szobabútorára már megvan belőle. De hát már csak meg kell lenni olyan helyeket. Ja. Olyan helyre kell lépni, ahol meg lehet venni. Mondjuk, mint itt. 29-es mező is játszik. Aha, lehet, és itt van a szobabútor. És oda is kell akkor lépni, nem? Nem. Ja, csak úgy. Nem, csak ott vagy ott, akkor ez is áruház. Az egy szobabútort, várjál, még, mi van még? No, olyan még nem volt, többi az megvan. Többi az megvan ebből a idejéből. Szobabútor, 25 000 érve. Egy 5000-es vissza. Na, ilyen még úgysem volt. Ja. A szobabútor, az még nekemsítse ez a... Hát ez a legdrágább, ha azt nézzük. Hát igen, ez a régi szocialista szobabútor. Ja. Na, csak tévén meg mosógép kell, azt megnyertem. Hát meg könyvutalványod van, nem, az is kell, könyvutalvány is kell. Igen? Na minek az? Hát az is kell. Nekem az is megvan, de nekem még elég sok minden hiányzik innen. Lakásbiztosítás, csépbiztosítás, van mind a kettő. Van mind a kettő, igen, azok is kellenek, de azok most vannak. Van csépbiztosításod, igen, és az van, akkor most jár ez is, akkor van 6000. 4. 12-es. Még lőre képezőt. Nem, az de azért lőre képezőt. Jó. Mész a izéhez. 16, 22. Ne. Ha van a lakástörlesztésed, azt elengedjük. Na, ez kurva jó, mert akkor most már nem kell törleszteni. Hát akkor most már nem is érjük. És nem is kell érni. Ez viszont jó az. Máker. Az mennyibe 2000-ként kellett törleszteni, és még csak 6000 törlesztettem le a 30-ból, vagy a 40-ből, úgyhogy az így egész jó. Azaz. A kölcsönzős. 1. Segíted az idős embereket, jutalmú még kétszer dobhatsz. De azért fizess 200 forintot vidámpor. Az egyik, igen, hát elmentél vidámparkozni. Mamikával elmentél vidámparkozni. 3, 4. Akkor ott mit lehet szobabútor.
Hát azt nem tudok venni. Konyhabútor 15. Azt sem tudok venni. Pingpongasztal 2000. Bicikli 1500. Az is van, akkor az nem. Igen, a szobabútor, a konyhabútor az ága is még nincsen. 150 forintot befele. Fogyóban a készlet. Főkörül sokat szórakozunk. Tévé, az van, rádió van, hűtőgép van, mosógép. Fosógép, az kell. Az 5000. Az kell egy fosógép. Poszívó nem kell? Az van. Az van. Na, most már van egy fürdőszobám is. Fosógéppel együtt. 5. Na, jött a top az 200. Mehetsz a magikával vidám polgozni. Mennyi az vidám? 200. Ez ugye az, és akkor úgy dobsz egy négyes, aztán lehetsz vásárolni. Igen. Az ugye ugyanúgy, ahogy nekem is sikerült. Hát nekem mondom, már megvan minden. 29-esből. Akkor nem vásárolod. 39-es. Még egyszer dobsz. Még egyszer dobsz. Túltáz vásárolod. Egy. Ó, és akkor 6000. Jó. 6000-ben sikerült belelépni. Carter. Sportsort segyen, pingpongasztalt nyertél. Ha van pingpongasztalod, akkor 2000-et kapsz. Van. Visszakapom ennek is az árat. Van pingpongasztalod. Igen, ja. Néztem, hogy azt vettem, mert szerintem először. Az volt az első, jó. 100 forintos szigi, megint. Nem, mert megint rágyújtottál. Ennyi is kártya, megint. Segítettél elmosokat, mert jutalmul még egyszer dobhatsz. Na, ez is jó. És ez homemade, az homemade. Még egyszer dobhatsz, jó. 5. És sikerül belelépni. Hát ezért. Jó, ja, csíli bakás, mind a kettő van. Szóval a kártyában csak a fele 5. van meg. Jó. Ja. Zárd el jól a csapot. Na, mennyi volt itt voltam? 1, 2, 3, 4, lépjelőre 2, az 5. 6, 6. 11. Még egyszer dobhatom. Dob még egyszer. Na, még két mező. 6. Lépjelőre 22-esre. Lottó nyeremény sorsoláson szobabútort nyertél. Na, és azt mondom, hogy azt mondom, hogy igen, na, ha igaz. Te gáci. Ez kell. Ez az, gyere már ide. Te mázlista. A megnyeri a legdrágábbat. Hát, én miért a konyhabútort nyerted meg, az is. Hát az csak 15 ezer. Ez a legdrágább. Ezt meg kell menni. Jó. Nekem már csak az hiányzik. Gyufát ott megy a hátad mögött. Ott van nem. Sőt, nekem már csak az hiányzik. Meg tudok venni a konyhabútort, akkor meg is vagyok. Jó. Nekem már csak a mosógép az. Meg a tévé. Ja, meg a tévé. Ja, meg az izé, a két könyvutalvány. Hát most még össze kell gyűjtenem, de 15 ezeret és rálépni arra, ahol a konyhabútort tudok venni. Vagy meg kell nyerni. Csak, jöttem utánom. Árbeszállításon vásároltál, a vásárlásnál megtakarítottál 1000 forintot, melyet a pénztáros kifizet ki. Na, arra gondoltam, hogy mindjárt kell nyitom. 28. Bicikli. Akkor még egyszer. 6-6. 34. Tudsz vásárolni. Hát igen, de ezért pont nem tudok. Konyhabútort ott nem lehet. Meg abból sem tudnám megvenni, mert nincs annyi pénzem. Ez most mindegy. Bazd meg, már megint 200 forint a vidámparton. Azon most ilyet. Jár inkább vidámparton, az útéval, ezért mondjam a szinkron. 39. Dobhatok még egyszer. Egyes sem, mert nem egyes lett. Akkor is 4000-et kapsz, mert a nyaj. Igen, hát annyi azért eljárt haladás érdeke, meg 250 forintot a kamat miatt. Jó. Ez mi? Egyes vagy hatossal mehetek tovább, táborozok. Ja. De nem Auschwitz, hanem valami járvitelem. Jó. Hát, az nem. Ott nincs semmi. Ami most érdekel. Ja, egyes vagy hatossal mehetek. Hogy szíjjálgáztam meg egyes dobsz? Olvasás kellemes és hasznos és segít a művelődésbe. Vásárolsz könyvutalványt 2000. De már van. Már nem kell, már van. Az jó jött viszont olyan nekem. Kettes. De már van, fogynak a... És én nem, mindig milyen sok kártya van. Lépj 15-ös mezőre a vasúttal. Jó, kártya.
vasúti menetélet elővételben váltottad meg, ezzel időt takadítottál meg, gépjelőre két mezőt. Hát ez sem mostani kártya, nem is lehet már szépen telefonon jegyet venni. Na végre. De most már úgy kéne, hogy vonatinfóval vettem a jegyedet. Lépj a hetes mezőre, ha van lakásod, itt megvásárolhatod, ha van már lakásod, itt megvásárolhatod a szükséges berendezéseket. Hetes mezőre. És még ötten kapsz 4000-et. Jó. Mennyi a mosógép? Mennyi a mosógép? 4-es mező szerintem. Itt a mosógép. 5000. Jó, egy mosógépet. És kérek egy tévét még 6000-ért. Fosógép. És meg is van a berendezésem, úgyhogy már csak kézé kell. De már csak a könyvutalvány kell. És hol a tévé? Tévé. Még azt mondjuk, hogy nincs ebben egy tévé. Na itt van. Tévé. Megvan. Na, és a berendezéseim meg is vannak. Hát akkor már legközelebb odalépsz, akkor ezért a 24-esen, akkor 400-ig könyvutalvány veszel, és már csak az kell. 22-es. Na, nézzük. Szoba szemlén 10-est kaptál, jutalmú lépj előre 5 mezőt. Hát most nem kapnék rá 10-est, az biztos, ahogy kinéz ott bent minden. Lépj előre 1 mezőt, akkor még egyszer. Ön ez valami dálfokinyelző nyári tábor volt, ahol mindig szoba szemlén volt a sikereteggel. Figyelmesen körülnéztél, lépj a 2-es mezőre. És kapsz 4000-et. Na, azt először, mielőtt még elolvasom, hogy mi van rajta, azt kiszedem, mert sose lehet tudni, lehet, hogy aztán mehet is vissza. Jó. És akkor messzire nézzük. Gyorshajtás miatt elvesztetted a jogosítványodat. 4-szer kimaradsz a dobásból. Kell neked szárgoldozni. Egyre. Na jók ezek a kártyák. 4. 2, 3, 4. Még egyszer dobok, akkor igen. Még 4-szer dobhatok. Még hogy egyszer dobtam. Igen. Hát most még 4-szer kimaradok. Hát most igen, most 3. Még... Jó, és akkor most kimaradtam egyszer. Igen. Dobjál. Számom a kimaradásaimat 5000 forint jár a cség miatt. Jó, akkor ez volt a második kimaradásom, dobjál. Egy. Az semmi. Jó. Harmadik is megvolt. Húzz egy kártyát. És akkor még egy kimaradás van, még egyszer. Étteremben ne bédeltél, fizess 200 forintot. Na, kell nekem annyit zobát. Hát az biztos nem a lokomotívban volt. Jó. Ott egy pohár vizet nem kapsz. Én fizetek. És jön az utolsó. A lokomotívban egy pohár vizet nem kapsz. Tudjuk, még egyet dobok, és utána már te jössz. Megvan már. Mert valóság már egyik héten ember se tudsz 200 forint elvédelni. Még csak annyit mondtál, hogy jó napot, már nagyobb a számlád. Jó. Még be sem mentél az ajtót, meg vagy még annyit csak mondtál, csak hogy jó napot már. Hat. Hát ott egyik sincsen, ami engem érdekelne. Viszont most már több van ott az érdekén, kihúzott kártyák ja. Között. 4, 1, 2, 3, 4, 2-es mező. Kártya meg 4000. Várjál, hogy vissza 1000-es. Jó. Ja, csak egy 10-es kötvényt. Ja, jó, jöhet az még. Jó. Ja. Jó, kártyát kell húznom. 10-es kötvény, hát nekem még már mennyi van, milyen már. A konyha butol meg van, majd skoda kell jutni. 12-es találatod volt a Toton, 7500 forintot kapsz. Se rossz, 12-es találat. Jó. Na most ráléknek az árukban, ezzel már meg tudom venni a konyhabútót, ha minden igaz. Van, ez annyi van. Mikor neki menítni. Húzz egy kártyát. Kamatozó betilt könyvére védj fel a pénztárba 1000 forint kamatot. Jó, ide vele. Ja, 100 forint a bagó. Most nyomtam el. Ja. Az, az igen! Csak észrevették. Észrevették. 15, megint kártya. Ellopták a csomagodat, mivel volt biztosításod, vegyél fel 2500 forintot. Na. 2500? 2500. Nem volt egy drága csomag. Ja. Volt benne pár koszolyzokni. 15, ugyanaz. Csá. Sikeresen elvégezted az elsősegély nyújtó tanfolyamot, 1500 forint jutalomban részesülsz, melyet a pénztáros fizet. Mi volt az a nagyon? Mit kell csinálni, ha valaki leesik a fáról? Csék biztosítás 5000 forint. Azért meg jöhet egy 10-es. 4. 19, ez mi? Lépj előre 3 mezőt, 20-as egy kártyát. Gyakran kell kártyát húzni. Balesetért, ha van csék biztosításod, kapsz 5000-et. Jó, leestem a feladatot. Ja, csék biztosítás, az jó. 2, 3, 4, 5, 6, én is húzok egyet.
Csúnyán írtál, na ez biztos azért, hogy az én kártyám volt akkor is. Csúnyán írtál matematika fizetbe. Kétszer kibadadsz a dobásba, legyen időd a javításra. ezek a hűzés szivatós kártyák voltak. Kérek egy tüzes kötőnyt amúgy. Kétszer? Kétszer. Az egyik megvolt. 28, nem. Akkor még egyszer dobom. Én nem tudsz még egyet. 28 mögött az 33. Kettes mező. Kettes mező, és akkor most négyezed, és akkor most már... És még húzok megint egy kártyát. Igen. Egy. Mindegy meg egy ezer. Vissza. Sport, egészség, a sport szórakozást, és sportolj te is lépj a 19-es mezőre. Az itt van. És az megint kártyahúzó. Ja. Nem lopátoltad el a havat, 5000 forint büntetést kell fizetni. Nincs is hova, mit kell lopátoljak. Ezt nem adjuk oda. És megint eljössz be, még nem maradtam ki. Még nem maradtam ki egyszer sem, úgyhogy most egyszer kimaradok, dobsz megint. Egyszer már kimaradta ez az utolsó. Ja, tényleg, akkor még... 22, az 28. Jó. Akkor majd még egyszer dobok. Igen, még egyszer. Legyes vagy 6-os, pélnek. Lép előre egy mezőt, dobok még egyet. Három kártya. Megint kártya. Na most mit húzok? Könyvet vendeltél, meghozta a postás, fizes 2000 forintot. Figyeld, fogyok van a pénzkészletem. Hát jó, fizetünk 2000 forintot. Megérkezett a megrendelt könyv. Te jössz? Nem. Fizes 50 forintot, múzeumba jártál. Na, az mentél te is a füstibe? Ja. Lehet, hogy akkor még olcsó volt. Rejtvény pályázaton országjáró utazás nyertél, lépj a 39-esre. Akkor már mehetek 500 pluszozni. Ja. Kártya. Meg 4000. Meg 4000. Lakásodban tűz ütött ki. Ha volt biztosítása, a kárdot az állami biztosító megtéríti. Ha nem volt, mert vissza kell dobni a pénztárosnak, és újból meg kell vásárolnod. De van. Van lakásbiztosítás. És mennyit fizet? Úgyhogy ezt megúsztam, sem ennyit. Ja? Nem, hát ha nem lett volna, akkor most minden tízé vissza kellett volna adni, és akkor kezdheted előre. Ja, te jössz. Igen, ez a szivatós, hogyha nem tudsz lakásbiztosítást. Hát igen, és hogyha nem mész olyan mezőre, és már itt most is már sok konyhabútól hiányzik, kezdheted előre az egészet. Vagózós. Megint füstölsz. Ja. 5 már megint. Na egyes, akkor hol tudom menni a konyhabútól. 2-es. Hát az akkor nem. Hopp. 14. Megint nem tudom megvenni. Hát és dobtam volna, megint meg lehet volna adom egy kockánál. Na végre már. Na most kihúzod egy olyat, hogy vagy ötször kimaradsz. Ja. Szórakozzatok színházban, moziban, lépj a 18-as mezőre, színház egy ára 100, mozi egy ára 50-150 forintot, és a 18-asra kell lépjek. Vagyis akkor megkerültem, 4000-et adjál először. Jani, nem tudsz visszaadni. 4000-et adjál. Igen, az jár, és akkor tette meg a 150-etbe. A kasszából a 150-et. 50-es vissza. 50-es vissza. Így van. Megadok a 14-esen, 17, az a kölcsönző, és hát ott nem tudok mit csinálni. 3-at? 3-at. Kártya. Megint. Édesanyádnak segítettél, kis testvéred gondozásában jött, ahogy lépj előre 2 mezőt. Na, megvehetett a könyvutalmány. Jött a könyvutalmány, mennyi? 400. És akkor meg is nyertem. Akkor ennyi. Akkor sikerült. Itt van a 2 könyvutalmány. Így, és akkor megvan minden. Jó. Berendezett lakásban, könyvutalvány. Megvan minden. Kész. Akkor meg is nyerted. Jó. Csak milyen kártyák vannak még. Jó lett a fél év bizonyítvány jutalmú, még 2-szer dobhatsz. Aztán nézzük meg a kártyákat, akik vannak még. Lotton, ja, mosógépet lehet nyerni a lotton. Lépj a 39-es mezőre, a kirándulás felfrissít, hasznos időtöltés. Hozzányúltál gyógyszeres dobozhoz, büntetésű 2-szer kivadatsz a dobásban. Nem, vagy józol. Jó. Azért megtaláltad a Vigotril biztos. Jó. Vagy a Sanoxot. Tanuló balesetbiztosítást kötöttél az iskolában, azért még egyszer dobhatsz. Ezek a gyáriak. Takarékbetétként sorsoláson betétet 20%-át nyerted. Sok ember fel azért Budapest tisztaságáért, mert nem szemeteltél, lépj előre 2 mezőt. Szemeteltének fizes 50 forintot. Lépj a 10-es mezőre, a szobabútort vásárolhatsz.
dohányzás káros az egészségre, mégis rágyújtottál, ezért kétszer kivadatsz a dobásból. Na, ezeket kell fel kihúzni. Neked? Aki nem cigizik. Elektromos készüléken lejárt a garancia, és meg a gépkánnal általányi díjat fizes 200 forint. Hát igen, van elektromos idő. Itthon hagytad az olvasókönyvet, azért fekete pontot kaptál, lép vissza három mezőt. Jó, alakul. Leugrottál a mozgó járműről, fizes 100 forint bírságot. Ugrasz a mozgó vonatot? Csak azt én csinálhatom. Belemerültél a hóba, az átázott ruhában megbetegedtél. Háromszor, nem tudsz, legyen idő meggyógyulni. Ez se rossz. Sorsjátékon pószívót nyertél. Igen, az, ez van. Égbe hagytad a villanyt, fizess be 4000 forintot a pénztárba. Nézzük, mennyi pénzt. 14-es mezőre lépjél. 4000. Lépj a start mezőre. 14, meg 20, az 34. Helyesen viselkedtél, mert tilos jelzésnél egy ízselbeket nem engedtél lelépni a járdáról. Lépj a 33-os mezőre. 34.650 forinttal zártam. Védekeztél a cseppfertőzésen, használtad a zsebkendődet. Azt hittem az egyszerűen. Ja. 200 forint értő könyvvásárlási utalványt nyertél, azt is lehet nyerni, könyvutalványt. Jó, a megtudod, a főútvonal 12-ben obli gyerek nem kerékpározhat. 10 év alatt a gyereket még kizáró a pótülésen és csak 18-szer betöltött személy szállít. 500 forint. Érkezés előtt nem mostál kezet, ezért egyszer kimaradsz a dobásból. Országjáró utazásra indulsz, fizess 500 forintot. Na, akkor még olcsóbb volt az 500 pluszos egy. És utolsó, az iskolában egyes kaptál büntetésből ötször lelopsz. Még egy kört azért nyomunk. Nyomjunk, akkor rakjunk vissza mindent. Hát én azért már visszafogoltam, hanem csak a csépnek meg a dolványok maradtak. Ja, mert majd össze kell keverni az étre. A kártyát mindjárt megkavarom. Kártyákat, de ez jó volt. Na, meg most egy olyan sok kártya, hogy nem lehet mindent kihúzni egy körbe. Jó. Csak ha többen lennénk. Igen. Na, ezt visszatesszük. Ezt is. Aztán akkor... Jajjá. Kivített ezzel is. Most ki kell osztani azért a kezdőként tőkét. 20 az 5. 2, 3, 4. 2, 3. Így. Ez 5 darab százas kell, azt mondtam, hogy annyi van is itt nálam, igen. Akkor ott ebben áll egy gonddal kevesen. 8000-et adtál 1000-esből? Igen. Jó. Annyit akartam. Jó. Mert annyit kell. Azt tegnap még megnéztem. Így már van 18000. Még 3-500-as kell mindenki meg, és akkor megvan. Így. Ez a kezdőtőke. Jó. Te kezdtél, akkor most majd én kezdtél. Én is már a célegyesben voltam, mert csak rá kellett volna lépni a konyhagútolóson, és akkor már csak az hiányzott. Nem baj, megelőztelek. Nem baj. Pont a végére ráléptem. Pont a végére, most meg bárhol ráléptem volna, itt is ráléptem volna, itt is, meg még később is volt ilyen azért, hogy... Mazlin volt. Ja, vagy... De kihúzottam volna kártyán is, hogy azért, hogy a konyhagútót nyertem. Jó. Ja. Megkeveltem a szerencse kártyákat? Hát most Peti, most az, még az elején még nem lehet. Még megint is oda megyek. Takarodjuk a vízzel. Ne vegyél ki belőle sok zoxigént. Ja, megint bagózom. A vízbűn. Na, a bagózósat, ja. Csép lakásbiztosítás. 350 forint mind a kettő? Hát jó, de lakás csak akkor lehet, hogy már van lakásod. De csépbiztosítás lehet most is kötni. 150. Az nem mindig megéri, mert rálépsz, akkor kapod az 5000-et. Jó. Vagy ha leesel a fáról, akkor jó. Is fizetnéket, ez a másik baleset ért, hogyha van biztos. 11-es. Még egyszer dobsz. 3-os. Vegyél házat. Nem lehet, még nincs annyi. Dobhatsz még egyet. Oda, meg oda. 3. 1, 2, 3. Mi az a kölcsönző zsák most? Híd alá, minek kölcsönözzek a rádiót. Szabasz, jövök kutatni. 5. 22. Na, akkor kihúzzuk az első kártyát. Védekeztél a cseppfertőzés ellen, használtad a zsebkendődet, lépj előre egyet. Segítettél mamikának, aztán nem tudom, hogy dobhatsz. Lépj előre egyet, akkor még kettő, mert itt is dobhatok még egyet. Most az mi? Jó, kaptál 1000 forintot jó helyezésedért. Oké, akkor az ide vele, és akkor még mindig van
6. Szóval 38. 3-4-5. Érdemes ezt zabáltam. Akkor ennyi könnyen jött, pénz könnyen megy. Egyből ment egy zabálni, mi? Jó. Mennyit kell? 2-t előre. Kár. Malérvel átvetültél ide. 200 forint értékű könyvvásárlási utolvány nyertél, lépj 24-es mezőre és vedd át az utolványod. Meg a gondolom vehetsz még egyet, mert ez kell a győzelemhez úgyis. Mennyi az? És akkor még 200-ért vehetsz még egyet, és akkor az is megvan. De akkor egyetem kellett megvenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jöhet a 4000. Négyes. 28. Meg akkor mehet majd a 10.000-es izélt a régbetét könyv. Kettes mező, 4.000-et kérek. Egy 1.000-est. Na. Vagy csak egy 10-es kötvény. Na akkor ezt figyeld. Jól megtanultad, hogy főútvonalon 12 éven aluli gyerek nem kerékpározhat, 10 éven aluli gyermek pedig kizárólag pótülésen, és csak 18 évet betöltött személy szállíthat, jutalmul 500 forintot kapsz a pénztártól. Mennyit? 500. 500. 500. 500. 500. 10. Lép a 15-ös mezőre, elvonatodok a 15-ös mezőig ezzel a gőzössel. 424-es. Hát ez nem olyan, nem úgy néz ki. Étkezés előtt nem mostál kezed, azért egyszer kimaradsz a dobásból. De hát edzeni kell az immunrendszert. Ja. 5. Akkor én is ma lévozok. Országjáró utazásra indulsz, fizess 500 forintot. Megyünk 500 pluszozni. Megyünk 500 pluszozni. Azon. Még kétszer dobhatsz, jó? Meg lesz nekem is a könyvutalvány. 200 vissza, könyvutalvány ide. Nye. És mert még egyszer. Ja, még kettő. Egyszer. Aha. Jó. Egy. Ja, most sem fizet 200-at, meg megint. Megyünk a mamikával a könyvesboltba, aztán meg a vidámpolba. Vonatoztam én is. Égve hagytad a villanyt, fizess be 4000 forintot a pénztárba. Bazd meg! Jó sokáig ilyenek lehet menni, mi annyi villanyszámlát összeszedett. Ja. De ez még lehet, hogy nem az energiatakarékos izzók voltak. Hát ez még szerintem a régi kőkorszaki izzók voltak. Ja, lehet, az még az a kőkorszaki 160-os, ja, ez meg lehet, hogy... Az igen, csak hogy tekert a villanyomat. Hát nincs még ennyi, hogy domi lakást tudja venni. Ja. Meg az a drágább lakás. Az 80.000 forintos. 4. Akkor 19. És mennyit? 3? 3-at lépett előre a kártyára. Leugrottál a mozgó járműről, fizetsz 100 forintot. Hát nem is a mozgó fáról. Hát én ugrálhatok mozgó járműről, csak lehet gyorsabban ment, mint ahogy kellett volna. Ja, 5-tel gyorsabban ment. Jó. Lépésnél nagyobb sebességgel. Belemerültél a hóba, az átlázott ruhába megbetegeti. Háromszor nem dobsz le, hogy legyen idő megjújtani. Ezt te húztad ki, hogy mindig belemerülök a hóba. 28. Jó, akkor itt még megint dobok egyszer, dobasz, és utána még kétszer. Igen, utána még kétszer dobsz. Na, az meg. Na, akkor most próbálkozhatsz egy párszor. Na, 6. És még egyszer dobok. Jó, és még egyszer, igen. 5. És fizess 50 forintot, beszemeteltél. Hát csak én tudok fizetni. Hát megadsz 4000-et utána. Kérem a 4000-et, és kárten. Sőt. És kárten plusz. Még egy 10.000-es, és hozunk egy kártyát. Sorsjátékon porszívót nyertél. Ha már van porszívód, akkor ezzel. Hát akkor kérünk egy porszívót. Máker. Én meg kérek egy 10-es kötvényt. Most már fel tudok porszívózni a híd alatt. Jó. Ja, tegyük szóval, én nyertem egy porszívót. Lépj a 39-es mezőről, a kirándulás felfrissít. Oda. És még egyszer dobhatok. Még egyszer dobhatsz, és át is mész a startot. És megint kártya. És megint 4000. Ja.
És megint kártya. Húzz egyet. Hozzányúltál a gyógyszeres dobozhoz, büntetésről kétszer kimaradsz. Megtaláltam a szanaxot, biztos. Ja. Bekómáltam. Hát, jó, kétszer kimaradsz, akkor... Én meg rágyújtottam megint. Zárd el a csapot. Tíz. Megint vonatozol. És megint kártyára. Tanuló baleset biztosítás kötöttél az iskolában, azért még egyszer dobhatsz. 150 ér megyek a moziba, meg színházba. 4. Ez 9. Én is kártya. Takarék betét könyv sorsoláson a betétet 20%-át nyerted, melyet a pénztáros fizet. Ki van 20 ezerem, annak a 20%-a? Az 4 ezer. Egy van belőle. Kapsz ilyet? Ja, úgyis jó. Hagyjál csak meg egy 10-es kötvényt. Jó, azon van egy kötvény, jön. Igen. Hát lehet vele ilyenkor nyerni. Sok ezer ember fáradt, hogy buszás, mert nem szemeteltél, lépjelőre két mezőt, jó. Oké, nem szemeteltem. De már van fél buzalványom. Lépjelőre két mezőt. Verszalkásra gondolod? Hát pedig nincs annyi. Ja. Jó, hát én meg nem tudok most venni semmit. 18. Mennyit kell fizetni? 150. Kettes mezőre. Kettes. Sőt, akkor már akkor legyen ez is izé betétkönyv. Húzok egy kártyát. Lép a 13-as mezőre, szobagútolt vásárolhatsz. Még nem vásárolsz. Nem tudok. Mi az ott? Kétszer dobhatsz. Hát az már... És akkor még egyszer dobhatsz. 5 az 29. Kártya, megint. Sok kártya húzomány van. Dohányzás káros, hogy egészségre mégis rágyújtottál, az a kétszer kibaradsz a dobásba. Nem jó mondom, hogy fogadjam, te fogod kérni. Megint én húztam ki. Megint. Kérjek egy ezrest. Ja. És háromszor maradsz ki? Kétszer. Hát most még dobhatsz kétszer, nem. Most kibaradok egyszer, aztán ja. Utána még egyszer. 6. 38. Jó. Én meg elmentem közben zabálni. Ja, zabálni! Ja. Jó, hát akkor ide vele. Akkor csak még egyszer dobhatsz. Ja. 5. Itt akkor Jégos, hogy betiltél 5% kamatot, az mennyi betiltél van? Annak az 5%-a 1500. Ja, meg adsz 4000-et mellé. Ezresekbe hagyjad már. Egy darab ezresen volt. Ja. Azt tudom, hogy abba hagyott. 20-22. Ma lév repülés. Elektromos készülékeidre lejárt a garancia. És ráadásul van is egy polszívom, amit nyertem, úgyhogy mibe is kell fizetni. Szívas. Ha igen, ha nem lenne, akkor nem kéne, de van egy polszívom. 5-ös, 8-os. Hát olyan már van. 6. Se veszek lakást, a drágább lakást. 5. Akkor 19. Mennyit kell? 2-t? 3-at meg. Mész kártyát húzni, lépj előre 3 mezőt. Otthon hagytad az olvasókönyvedet, ezért fekete pontot kaptál, lépj vissza 3 mezőt. De akkor megint ugyanaz, akkor 6 húzom még egyet, hát ja. Ezzel most jól jártál. Lépj a 14-es mezőre, ezzel is jól jártál. Azzal is, most körbe mész. Ja, 4000-et ide? És jár a 4000. Ott hagyta az olvasókönyvét, és még jól is jár vele. Jó. Na, én még mit húzok? Én biztos valami ezért húzok. Ja, nem, ez jó, lépjen start mezőre, és vett fel 6000 forintot. Na, végre lesz, én is tudok jót húzni. Ja. Na, akkor majd így veszem fel, hogy takadék. Jóska. Takadék betétkönyvbe. Ja. Így már van 30000 takadék betétkönyv. Nekem is 30000. Most már tudok lakást venni, hogy hova lépek. 3, 4, 5,
Legyen csak egy ötös takarékot. És már van 35 ezer köcsönyvő. Jó, most meg is mennyit akar, mert azt láttam. Egy kártya. Helyesen viselkedtél, mert tilos jelzésnél egy kisgyereket nem engedtél lelépni a járdáról. Nem elég a szabályt tudni, a szabálytalankodót vissza is kell tartani. Jutalmul lépj a 33-as mezőre. Ja, aztán mehetsz a kettest és úszasz még egyet. És kérlek négy ezer. És előtt a járdod így ezzel. Bazd meg. Az iskolában egyest kaptál, büntetésből ötször kimaradsz. Az jó. Akkor most egy adagig, akkor én jövök. Na, akkor rögtön fizetek 100 forintot bagózásért. Na, én bagózom. Na, te bagózol. Mindig én bagózok. Azt tudod, hogy is bagózseket rátszállják. Jó, és akkor egy kimaradás. Számolunk közben, ez a második dobásod már. Ha 5-ször dobhatsz. 12-esre. 6, akkor 12-es. Igen, lép előre 2-t. Harmadik dobásra. Mindegy, hogy elmeszek lakást. 19. Most húzok egy kártyát. Édesanyámmal segítették kistestvére gondozásában, lép előre 2 mezőt. Jó, negyedik dobás. 29. Ötödik dobás. És az kapsz egy ezrest. Ja, és még kapok egy ezrest. Ja, jó helyezésért. Na, akkor és egy, igen. Ötször kibán. Vannak benne jó kártyák. Ja. Biztos. 4. 50 forintot, megint füstiben járta. Ja, tényleg. Na, és ennyi még van is, igen. Jó, Füsti. Jó lett a fél évi bizonyítvány, hogy jutalból kétszer dobhatok. Az ötből kettő visszajön. Mi az? Még egyszer dobhatok, akkor még kétszer dobhatok. Igen, lépe. Húzz egyet. Biztos nem katolás lett, hogy 1-2-1-2. Könyvet rendeltél, meghozta a postás, fizes 2000-et. Jó, és még egyszer dobhatok. Itt voltam? Ott voltam, 1-2-3. Még egyszer dobhatsz? Még egyszer dobhatok. 3. És kártya, meg 4000. 4000 először. Másodszor, harmadszor. Meg kártya. Sőt, legyen akkor inkább izé, takarék. Sport, egészség, sport, szórakozás, sport, hogy te is lépj a 19-es mezőre. Oké, lépünk előre 3-at, húzunk egyet. Nem lapátoltad, ha van 5000 forint büntetés kell fizetned. Hol a hó? Hol a hó? Mi az, hogy nem lapátoltad el? Nincs is hó. Nézd ki egy a lapó. Nézd ki, nincs egy én ellapátoltam. Nem, mert felszedte, aki ledobálta. Még mire kell lapátolni, aki ledobálta, fel is fogja szedni. És kettőt, ugye? Húsz, az megint egy kártyát. Ha valakon lakástörlesztésed, azt elengedjük. Hát az nincs. Hát nincs. Megint vidám parkozol? Megint vidám parkozok. 6. 28. Akkor még egyszer dolgok. Igen, a bicikli. 2. Na, bozd meg, megint 1-es vagy 6-ossal. Nagyon szeretek táborozni. 1. 5. Te jössz. Nagyon el vagyok Auschwitzba, kapsz egy ezrest. Wellness. Ja. Na végre, egyes kártya. Sportsors egy ilyen pingpong asztalt nyertél. De mi a híd alá a pingpong asztalt? Ja. Lehet játszani. Na, figyelj, nagyjából csövesekkel nem unatkozunk a híd alá. Ja, végül is, ja, végül még pingpong asztal van. Ja, most van 30 ezer így az éve takarékba. Nekem van 35 ezerem. Na, megyek a kettes mezőre, jöhet a 4000. Sőt, egy ezresbe, meg egy 5000-es kizéki. Segítettél elmosogatni utalmú még egyszer dobhatsz. Na, végig de valami jó kártya. Zárd el a csapot, oké, el van zárva. 5. 50 vissza. 50 visszajár, Füsti. Ja. A közlekedési húzáról majd egyszer mennyit. Ja. Füsti, a tiltes mezőre. Lottó nyelem és sorsoláson szobagútól gyert. Na, az mehet a híd alá a szobagútól is. Sziasztok, és megint te nyerted meg, mert előzőleg is te nyerted meg a szobagútól. Hát a lakás még nincsen, de a szobagútól már van. Hát figyelj, kanapé minden van meg. Ja, a ja, végül is van, még szekrény is van. Ilyen komfortos én híd alá járnak. Ja, hát. 5. Kérek 4000-et, meg adok 50-et.
szemeteltél. Ott az 50-es. Ott az 50-es. Oké, okay, hát én meg befizetek 150-et. Kérek egy 5000-es kötvényt. Hát van 40-et, nem? Nekem csak 35. Léptél? Jó, igen, nem fizettél. 4. Még kétszer dobhatok. Ja, 5, az 28. 28, akkor még megint kétszer. Megint még kétszer. 28, 34, akkor már csak egy. Egy. Most tehát mondom, az meg egy volt. Kártya. Láttam, hogy egy is volt. Átszállításon vásárolta. A vásárlása megtakarította 1000 forintot. Jó, ide vele. Black Friday volt, ja. Biztos vagy, nem tudom. 2. Rejtvénypályázaton országjáró utazást nyertél, légy a 39-es. Megyek 500 pluszhozni, yeah. Szennek túlázni. Na, 6000. És akkor 6000. Amúgy sok 5000-es beváltottál 10-esre is, nem? Nem? Hát végül is mindegy, akkor állt neki 10000-es is, igen. 4-5000-esből lesz 2-10000-es. Hát most már 40000 de lebe. 12, 4-2? Igen. Olvasás kellemes hasznos időtöltés, vásárolsz könyvutalvány, de már van. 6. 20. És megint kártya. Ja. Vasúti menet egy adott elővételben váltottad meg, ezzel időt takarítottál meg, lépj előre két mezőt. Ja. Vonatinfóban megvetted. Ja. Ja, fizes 200 forintot a Vidán Parkba. Adjál 200-as, meg 250-est. Megint vonatozok. Jó, elindultál az 500 plusz túrára, mi? Lépj a 7-es mezőre. Na, az jó, na, akkor most körbe. 4000. És akkor jöhet a 4000. Még egyszer dobhatok, mert tricikli. 4. 4. Szóval 2. Én meg kérek egy 1000-est. Ja, én meg beváltom ezt egy 5000-es kötvényre. És akkor van a 45000 kötvénybe. Ebből kérek egy 10-est. Egy. És kérek egy 5-ös kötvényt. Meg egy 5-ös kötvény. Pedig akkor... Alakul. 45000 van? Ja, most van 45000 kötvényben. Nekem is. Dobtál? Igen. Tegyüssz. Egyest, és nem volt ide semmi. 13. Ja, 13, igen, mert 5, 8, 1, 2, 4, 5, ja, hát ugye nem tudok vásárolni. 6. Ha, 1, 2, 3, 4, 6, 6000. 6, 6000. Ezresek volt. Egy darab ezresen maradt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gyere ide. Money. Na, 150 forintért kell lenni izét. Hát ez egy házba, vagy moziba. És akkor még 900 jön vissza. Ezzelek oda be. 900 meg ide ki. Három. 45000-nek mennyi az 5%-a? 44500 a 10%-a, akkor 2250. Dankeschön. Nekem is annyi van, most szerintem már akkor igen, pont 45000 van nekem is. Ja, még kétszer dobhatsz. 26, vagy melyik a 26, ez a 26. Lépj előre két mezőt, és akkor ennyi. 6 az 9. Kártya. Szobaszemreim, 10-est kaptál jutalmul, lépj előre 5 mezőt. Az 14, akkor az a lakásos. Melyik itt húzok? Lottó, nyelem és sorsoláson mosógépet jelent. Na, hogy szégyen lesz már megint? Már most is tudok annyit alatt. Jó.
Jó. Kérek egy közös kötvényt. Nem van 50 ezer. Egy kártya. Kártya. Lakásodban tűzütött ki. Hát nincs lakásom. Ja, nincs, igen. Jó, akkor sikerült azt is kihúzni, jó, akkor most már történt. Nem kell rettegni. Négy, az 19. Két mező? Hármat. Kártya. Szórakozottok a színházban, moziban, lépj a 18-as mezőre és fizess 150 forintot. Színház meg mozi egy ára egybe. De közben meg jár a 4000. Jó. Hol kell lépni? 10? Oda. 8. És mennyit kell fizetni? 150? 150-et. Viszont jár 4000, ne átmentél az ilyen nagy sarkon. Na én meg jövök ide. 6000. A lépés tartom, mi? Aha. Hát nem mondom, hogy 34-esen voltam és 6-os dobtam. Én is onnan mentem az előbb oda. Na most már van 50 ezeren. Nekem is annyi volt. 70 ezerben már lehet venni lakást. 200 dobhatok. Ugye meg lesz a lakás is. 6, 23, 6 az 29, és még egyszer dobhatok. 5, az 34. Kedvezetném, mert meg a lakás már kell hozzások. Mert már Génfőstibe mentem, Disznótoros Kolbász Fesztivál. Ja. Kettő. Háromház, mindegy. Na, már megint zabálok. Zaba. Két 50-est adj. Két 50-est. Meg egy 100-as. Meg egy 100-as is kérem. Ja. Igen, azért néztem, hogy még két 50-es a két 100-as helyen. Borra való, mi? Vacsoda helyett csak balasztmagot ettél, büntetésből csak hármas dobással mehet tovább. Mivel törtem össze? Jó. Kalapáccsal? 2, 3, 4, 5, 6, kérek 4500-et, mert átmentem. És még egyszer dobhatok. Na most én bagóztam. Mennyit kell fizetni? 100-as? 100-as. 6. Az nem 3. Az meg kettes lettem hármas. 5, az 12. Én nagyon gondolkodott, hogy merre billenjen, de... Jó, aztán végül... Hát, hogy hármasra akartok, meg gondoltam magad. Ezt meg nem tudom alá. Húzd ki úgy, hogy oda ne fordíts rá. Ez hogyan, nem is látom, hogy hova esett. Mindig a faszon, hogy sikerült így kiállni, az... Arra kéne rájönni. Lehet pálinkát. Mondjuk akkor pálinka szakmennek. Nem, szakmenne. Pálinkát azt nem, mert akkor azt már éreznék. Ne, csak bekapcsoljuk a kamerafényt. Hát az hol van? Várja! Aha, a vezeték mögött. A fal meg a vezeték között. Hogy ment be a vezeték mögé? Bepattogott oda. Ott van, látod? És 6-os. Ja, 6-os. 6-os. Mivel kétsen megpróbálok megvolni. Hát itt a partfish azzal, hogy nem könnyebb kiszedni. Hogy tudod oda belenni, azt mai napig nem értem. Átpattam szerintem. Itt valami kaja lett kiöntve amúgy. Egy csak? A kaja marad én. Ja, akkor lehet, hogy a izé vízsli, hogy a mustára jön. Nem a mustár. Bazd meg, kinyírtam a papucsodat. Ja, ezt vissza lehet rakni. Nagyon mindjárt meg meggyógyítjuk. Fog meg? 6-os dobtál, nem? De. Szóval ezt már nem is csinálta ez a papucs, de mindjárt. Tessék, megvan. Ez bazd meg. Lépjél 6-ot. Ja, de nem, már csak 3-assal mehetek tovább. Ja, tényleg, jól van. Szóval aztán látom, hogy 6-os volt, de úgy bepattogott, hogy még a vezeték alatt ezért is átpattant a vezeték alatt, alig lehetett kiszedni. És belepült a szekrény alá. 5. 19. Na ezt kellett volna fölbe, ezt kellett volna videózni, hogy pattantod ebbe és lassítva megnézni. Tornával kezdted a napot, ezért jutalmol lépkelőre két mezőt. Mert be ezt még jutalmányt, ha még nincs. Hát van, hát ott van. De megint 6-os. Szerintem már megint 6-os. 4. Az 28. Akkor még egyszer dobok. 6. Az 34. De megint 6-os, hát ezt nem viszem el. 5. Az 39. 5. Akkor 4-es. Kérek 4000-et.
Kérjük egy 10-es kötvényt. Egy 10-es kötvény, azaz. Nagyon az. Na, van is 60 ezeren. Mindjárt autóra ér, leköpje. Na, végre. Van végre, egy 3-as. És színház. Jó, de hát mindegy, de legalább tovább tudok menni. Annyit megél az azért, hogy tovább mehessek. 11. Még egyszer. Még egyszer dobhat az ibusz utazásra. Jó, négy, az 15 kártya. 25 kártyát. Na bazd meg, erről a mezőről csak 6-os dobással mehetek tovább. A picsába. Tudni nem lesz 6-os. Egy darabig. Kétszer dobhatsz. Még kétszer. Akkor megint 2. Lépjél egy mezőt, akkor megint. És még mindig van egy. Jó. Kihúzták a nyelvény betétével, kapsz a pénztáros tőle 1000 forintot. Nagyon már kell. Még egyet. 5. 36. Füstibe mentem. Füstit, igen, füstibe mentem. Ha, egyből 6-os dobtam. Nem, hát én már hány körönket ezt ezzel vettem. 22. Kétszer dobhatsz. Mi szekrény alá is kellett vászni miatt, aztán még abig úgysem. Ha már van lakásod, fizes gáz és villanyszámlát, hát nincs. Nincs. Akkor még egyszer dobhatsz. Még egyszer dobhatsz. 4. 26. És szemeteltem, akkor 150 ki. Betétkönyv, egy ezeres be. Így. Akkor most van mennyi? Már van 60 ezer. Az már egyet, hogy is elfogyott. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ezer van nekem is. Még egy 10-es be kell gyűjteni, az meg van a házáról. Igen. Hát nekem még 15-öt. Dobtál közbe? Ja, akkor most éjtel. 55. Nem dobtam, még ott vagyok. Tudod, oda mentem utoljára, és utána mentél oda. Ja, igen, én voltam a szemekedős. Egy. Jó, hát akkor most dobhatsz még megint. 5 az. 28, 5 az 33. Igen, akkor játszod a ketteshez. Kérlek még ezzel. Sorsát Acon TV-t nyertem. Király, jöhet a TV. Na végre már nyerek már egy is. TV. Négy. Akkor egy helyesebb 4-esre megyek le, 3-ot dobtam. Úgyhogy most... Kérek egy 10-es kötvényt, meg ezt odaadom, és kérek egy házat. Ja, megvan? Meg. 70 ezer. Ja, hát akkor 10-es kötvény nem is kell kerekedni. Nem, úgy egy házat adsz, azt annyi. Ide le. Van kösül. Na. Most már legalább kötetek lakásbiztosítást is. Majd? Hát ha oda lépsz, akkor már igen. 9. Lakásbiztosítást köthetsz, kötvényel 200, igen, de hát meg kellett valami a lakást, akkor már köthetnék. 2. Na most pénzt kell gyűjtögetni. Hát igen, nem sok van. Ja. Első lettél a csillaggyűjtésben, dobd meg egyszer. Igen. Sok volt a csillag, biztosan. Jó. Amit be lehet egy gyűjteni. 350. Ja, léptél közbe? Mhm. 2-szer. 26. Még 5-ször. Még egy. Még 5-ször. Még egy. 6. 34. És akkor ennyi. 2. Az mi? Sorsát, Tékon rádiót nyertem. Na, rádió is van. Okay. Jó. Gyűlik a berendezés. Tűz az már biztos nem lesz a lakásba, azt már kihúztuk. Azt a legnehezebb megtalálni, hát az olyan pici rádió. Ez sem az. Itt van. Már van tévé, meg rádió. Meg pingpongasztalom. Ja. Hát van a rádió. Azért kérdezsük. Takony fogok, mert még ennek az összes fikok. Lottó nyelvi sorsoláson hűtőszekrényt nyertem, akkor már nekem is van hűtőszekrényem. Ahogy igen.
Hát legyen hova tenni a sört nyáron is. Amúgy meg elfogyott a bodipapírot? Oké. Okay. Na, ennyit dobtál. Na, hova lőttem. Múzom. Köszönjük. Ja, az meg 5000 forint. Csép biztosítás, igen, az 1, 2, 3, 4, 5, 6. És be. Sőt, legyen takarék. És akkor most már nekem is 65000 van. 65000, mindjárt megvesz a lakás. Egy leesett. Gyorshajtás miatt elveszett a jogosítványodat, 4-szer kimaradt szólásból. Na, mennyire szabadodom? Az előbb is én húztam ki. 65000. Hát jó, és még dobhatok 3-szor. Na, meg elmentem zabálni. Ja, értelembe? Aha. 200 forintért. Jó, akkor még 4-szer dobhatok, meg 2 dobásom maradt, meg most megint dobhatok 2-szer. 6, 29, akkor még 3. Megint 6, ez 35 kártya, és még maradt 2 dobásom. 12-es találatod volt a totom, 7500-at kapsz. És még egyszer dobhatok. És befizettek 50-et, mert mentem a füstibe. Még csak a 5000. Öt. 4000-et, meg még 50 forintot fizetek. Kérek egy 10-es kötvényt amúgy. Ezt rabd a bankba azért. Tudálom. Csény van, akkor lakás még nincs. 5%. Hát az 500 forint. 10000-nél. Kamatozó betétkönyvére védj fel a pénztárba 1000 forint kamatot. Tévén mozgóan. Csak a lakásvásárban. Kérlek egy fosógépet. De most nem tudsz még... Ja, de ott vagy. Oké, okay, akkor... Akkor fosógép. Pont 5000. Én meg majd veszek lakást. 65000 befizetek, aztán 5000-et majd visszatörlesztek. De most már van lakás. Itt van 65000. És akkor már csak 5000-et kell fizetni. Mosógép van. TV van, rádió van. Porszívó az nincs, az 1000. A hűtő. Akkor veszek meg egy hűtőt, meg egy mosógép, meg egy porszívót, az úgy 5000-re a 2. Hűtő meg mosógép, vagy egy porszívó. És egy 5000-es kérek vissza. Ja, ez egy hűtő? Hűtő meg porszívó. Igen, az megvan, meg a porszívó is megvan. Mm. És kérek viszont még 5000-et. 5000 volt a 2. A hűtő meg porszívó nekem is van már. De rádió meg tévén nincs. Nekem van. És akkor így ebből külön kivégeztem mindent. Akkor most már éve? Eldobták a csomagodat, mivel volt biztosításod, vegyél föl 2500 forintot. Na, elkaptak, hogy bagóztam. Uh-huh. Százas? Uh-huh. Egyes vagy hatos. Négy, akkor az tízes. 15-ös vonat. Sikeresen elvégezted az első segély nyújtó tanfolyamot, 1500 forintot kapsz. Előzőleg is én húztam ki ezt. Egy, és mehetek is tovább.
Baleset élt, ha van csép, biztosításod. Ó, te is arra már szólt. Az már volt valahol, hova tettem. Mi? Csép, azt már megkötöttem. Lehet nem vetett ki. Ja, kapsz 5000 forintot. Te is arra már szól már? Ja, férdem le. Ja, azt ejtettem le. Te is azt hittet, hogy... Te is azt hittet, hogy tudsz fáradni. Ja. Ez ugol. Hosszabbító esetben. Nem baj, hagyd ott a gomba, már nem esik le még egyszer. Jó. Ja. Haha. 5000. Csúnyán írtál matematika fizetbe, kétszer ki van, ez előbb is én húztam ki. Mondjuk mennyi? 150. Kétszer maradsz ki, mi? Igen. Most kimaradtam egyszer. Kettőször, kettőször? Igen, kétszer kapadsz mi. 5 az 26. 26, és akkor még egyszer. 4 az 30. Ez is, hogy 6-os. És még egyszer próbálkozz, az még egyszer kimaradok. Füsti. Máker. Na. A 6000, de akkor ezt még benyomom, és akkor ezt egy 10000-es izényt takarékom. Mennyi? 3, 4, 5, mindegy, ez mi maradjon. Ja nem, akkor legyen ebből is egy 5000-es, így. Így, jó lesz. Mhm. Ez. 3-as dobtam. Ja. 15000 az 5%-a volt, az 750. Na jó, hogy vették, még 50. Most jól jött. Na, egy. Kártya. Hűtőgépet, mosógépet vásárolhatsz, légy a 4-es mezőre, van mindegyik. De attól még oda kell égni. Igen. Hát az a 4000 az jár. Mm. Hát onnan az előbb vettem meg onnan mindent. Sőt, 5000-ből visszatörlesztem a lakást, és akkor így már rendben van, nem kell rá bírni. Jó. Na, állunk a 4-es meg 29-es mező, nem nincsen. A tévé meg rádió nincsen, az pont 8000, akkor ezt beteszem, és akkor 2000 ki. És akkor lesz a tévé meg rádió. És akkor mi kell azért a konyhabútor, meg a pingpong, aztán a bicikli. Nekem bicikli, konyhabútor, meg a szobabútor kell, van csak. Ja, meg lakásbiztosítás. Együsz. Én nagyon szeretem nyitva adni a csapat, ahogy látom. Dob még egyszer. 17. Ott kölcsönözni lehet, de hát... Már veszem, amúgy se tudnák mit. Kérek lakásbiztit. Ha már oda mentem. És kérek össze a 300-ot. Köszönöm. Te jössz. 150. Megint színházolsz? Igen. Hát még nem tudok, hogy mit vásárolni magam. Jó, a két fénybutalvány megvan. Várjál. 1, 2, 3, 4. 15000-en van egyik, ha azt nézzük, úgyhogy még gyűjtögetni kell. Akkor csőbben megyek. Ugye most megveszem a zét, a konyhabútor 15000-ért. És nem tudsz fizetni, hogy valami olyan húzol. Csőbben megyek. Kérek 5000-et.
30. Jó. Egyes vagy hatos? Igen. Hatos nekem. 22. 20 az kártyát. Két napig kibírtad bühüzés nélkül, akkor 6000-et kapsz. Megint. Bühüzés. És 6000-et? Jó. 6000-nél kibírnám én is. Jó. 3, hát az nem jó. De mi az a bühüzés? Nem tudom. Azt nem tudom, micsoda. Én jövök. Idézőjelbe is van. 6. 28. Basz meg, már én is oda jöttem. 5. Na most elszórakozunk, itt mire tovább mehetünk. Rohadjál meg. De megyek a füstig melegtől. 6. 2-es lesz. Kártya meg 4000. Még dobok én is. Háromszor kibasz a dobásba, szabálytalanul féktávolságra belül jármű elé léptél. Na, akkor még kétszer dobhatok. Tényleg még kétszer dobhatok. Egyik sem. Egyik sem. Itt lehet venni. 4-esnél viszont vehetek, jó, nem fog passzívó, nem kell. Mosógép az van. Hűtőgép van. Rádió, tévé van, viszont a 29-esre is jó. 29-esre mit lehet venni? Szobabútor, konyhabútor, ja, pingpongasztal, meg bicikli. 3500 az egy. Bicikli sincs. Igen, meg pingpongasztal sem meg. Tehát 1500 visszajár, és akkor ezt egy biciklim is, meg egy pinyóasztalom is. Jó, akkor már csak a konyhabútor kell. És nézd, megint nem tudok tovább menni. Konyhabútor, meg a lakásbiztosítás kell már csak. Ez az, akkor a lakásbiztosítás most meg lesz. Az 200. Az megvan, akkor most már van lakásbiztosítás is. Ide lehet. Kettes. 12-re. Na végre. Most még össze kell gyűjteni. Megyek én sok füstébe. 55 vissza. Most még össze kell gyűjteni 15 000-et, aztán rálépni arra a mezőre, akkor jó. Megmutat megjárni. Jó. Kérek 4000-et, meg 20 000-nek az 5%-át. 4000, 20 000-nek az 5%-a, az pont ez az el, miért 4000? Várjál. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kérek egy 10-es kötvényt, csak az 1000-es. Maradt egy. Én meg még 2-szer fogok majd dobni. Ott maradsz mi? Igen. Nagyon nagy megint beesni idalizni alá. Nyilván egy, kettő, látom, négy megyek megint táborozni. Jó. Már megint Auschwitzba van. De most én. Ja, te jó van. Bocs. Hatos. Már kell. De viszont mész meg a füstébe. Füsti. Igen, nem baj, annyit megjel, hogy tovább beessek. Mész tízeskéhez, mi? Ha? Viszont veszek. Izét. Szobakultot. Van annyi. Ez én 25 000. És kérek egy 5000-est. Szavagóta, az ilyen. Legdrágabb. Igen, az megvan. Meg azért mi kell még az éli bicikli kell, meg az éli. Várjál. Tudok még innen venni. 29-esből? Igen. Kérek egy biciklit még 1500-ért. És akkor már csak a konyhabútor kell, és megvan amúgy már mindenem. Mindenem megvan, már csak a konyhabútor kell. Nekem is az kell már csak. Kigyűjteni? Az ott mit kell csinálni? Lépj a 39-es mezőjére, ott megdobni kell még egyet. Jó. 4000. Meg egy kártya. Uh-huh. Lépjelőre két mezőt. Utána 6 éves kóta veszélyesebb az első. Utána az derül lépek két mezőt. Nincs meg annyi lóvéd. Nincs annyi lóvéd, hogy anyag utolt vegyek. Szarígy. Igen. Hát a 6000 még... Jó. Még kéne 9000. 12. Még 9000 kéne. Pazarold a vizet, mert itt vajtod a csapot, kétszer nem dobsz. 4. 18. Ennyit fizetek? 150-et. És még egyszer dobhatok. És még kétszer dobhatok.
És megint kétszer, akkor még háromszor. Igen, még háromszor, akkor így. És mindig maradt kettő. Még egy még mindig maradt. Rejtvény pályázat, Onibusz utazás nyert, hogy lépj a 11-es mezőre. Akkor még egyszer lophat. És kérjük 4000-et. És még mehet a 4000 is. És megint kártya. Nem köszöntél az osztálytársaidnak, csak a start mező átlépése után húzhatsz úgy, hogy a kártyát a picsába. Hát, egy, kettő, hát egy három lehetőség van még, ahol húzhatnál. De az előbb ezt én húztam. Jó. Az előző körben te voltál. Kettő, jó, oké, egy. Te jössz. 6, az 21. Megint kétszer. 4, az 25. Fizetek 200-at. Ja, vidámfal. És még egyszer dobhatok, várja. Ja, még egy van. Aha. 4, az 29. 29, jó. 19, még 2-t húzunk. Csép biztosítás köthet, de már van. És még egyet, jó? Nem, én nem, mert az... Nem mentél a sárgába. Hát ebben értem, ami lép előre 3 mezőt. De viszont most jobban fogyik a kártya, mint előzőleg, ha megnézed. Hát igen, mert most már nincs sok. Apicsában, megint egyes vagy hatos. Megint szopni fogok szerintem. Apicsában. Egyébként is megkapsz egy ezrest. Ez eltolint. Tudom. Yeah. 37-es. 39-es. 39-es és még egyszer. Jó. Négy, akkor 3-osra. És maga, hát nincs kötvényed. Nincs, most nincs. 11 ezer. Már. Gyűlik. Nem mehetek, kettesen mehetek. Kettesen nem mehetek. Rohadjál meg. Nekem lett volna jó. De nem is lehet, hogy lehet venni. Füsti. Füsti. Fecske. Azok nem vannak. Megvannak, mert csak a konyhabútól kell. Ha kérek 6000-et. Meg még vagy 4000 forint kell. Hát ugye nekem is van már 11. Várjál csak. 11, 12, 13, 14, 15, megvan a konyhabútorára. 13. Hát már csak oda kéne lépni. Nekem nincsen, mert most oda léptem, mert 12650 forintom van, és 15000-be nekem kerül. Nekem megvan az ára, csak oda kéne lépni. Hát itt tudod megvenni, meg vagy itt, ja. vagy ott. Ez a háromban. Ja. Vagy ha kihúzod azt a kártyát, hogy mennyi alatt. Hát az már ki lett húzva. Ne, itt nem tudod megvenni, ja. Vagy csak azokat lehet, ami ott van. De azt te már kihúztad. Ja nem? Nem, az a konyhabútor kedős még nem volt. 150-et. Az a szokásos. 6. 24. 4, az 9-ös. De átmentem a startra, úgyhogy húzhatok kártyát. Borítékos sors, egy ilyen 20 000-et nyertem. Kötvénybe kérem. Na ne. És az előző körben is ezt én húztam. Igen. Meg egy másikkal, mert nyertél 30 000-et. Hát ha megnézzük, van kötvényből is megvan az ára. Van 25 000 kötvényem. Igen, már és a másikkal is ezért majd megnyerted. Jó. Vagy voltam lehetben, mert szintén ilyen, mert nagyot nyertél. Lép előre két mező. Tehát pont kikerülted a mezőt. Ja, rohadjon meg. Na. 5-ös kapta az iskolában, 400 dobhatsz. Oké. Okay. 35-ösre kártya. Még egy kártya. Gazdák, hogy okosan megtakarított pénzedet, tartsd a takarékban. Ja, hát igen, de most nincs. Ezt elhúztam meg az előre. Igen, akkor még mindig van. Jó, most füsti, és még mindig van kettő. 3, 39. Még egyszer, akkor nem most is 3. Na, ott is 5, akkor 4 is nem visz. Kapsz 4000-et, és még egyszer dobhatsz. Ja. És megvan a konyha volt halál, és még egyszer. Hármas, ez az. Rohadjál meg. Így megvan. Te kanyi. Így megvan. Rohadjál meg. Most így megvan, és akkor már csak az kell. Te nyertél akkor. Most igen, egy-egy. Még egy kanyar. Még egy kanyar, de azt már ne vegyük föl, mert mindjárt vetelik a hetálhely. Jó. Hát végül is igen, akkor egy-egy eddig. Jaj, azért vissza ezt. Valóban csináljuk csak azt, hogy itt... De rakjuk ide a bankot, azt könnyebben tudjuk úgy kezelni.